Nagyon fontos tehát, hogy a nők kikommunikálják a szexuális problémájukat a férfival. Például, hogyha a férfi úgy fogja meg önt az ágyba, mint hogyha a villamos fogantyújába kapaszkodna, hát akkor erről beszélni kell neki, tehát nem várni kell, hogy ó, majd enyhül ez a szorítás, nem lesz olyan fájdalmas, vagy ha itt túlszorít, ott túlszorít, itt megnyom, ott megnyom, akkor rögtön beszélni kell neki. Hiszen a nők testén vannak érzékeny felületek, ott van például a női mell, ami nagyon érzékeny, és hát nagyon sok férfi, amikor felhevül, nem veszi észre, hogy túl erősen szorítja, vagy túl erősen csókolja, hát ilyenkor szólni kell neki, és akkor valószínűleg ez meg fog változni. De ezt utána is ki lehet kommunikálni, hogy legközelebb ne így csináld, csináld kedvesebben, csináld lágyabban, stb. Stb. Tehát melyik lánynak hogy tetszik, hiszen nem minden lánynak tetszik az, hogyha satabba fogják egyes testrészeit, ezt el kell mondani a férfinak. Lehetnek persze mazolista lányok, akinek ez tetszik, de ez nagyon ritka. Általában nem tetszik. Ugyanakkor vigyázni kell, hogy nem szabad rátámadni a férfira. Nem szabad túl erősen kritizálni. Kritizálni egyáltalán nem szabad a férfit, csak rávezetni. Nem szabad okolni a férfit valamiért, hogy te ilyen meg olyan vagy, és ezért nekem nem sikerült az orgazmusom. Ezt nem szabad, hiszen ez nagyon mély sebeket ért helyt az érzékeny férfiak lelkén. Vannak érzékeny férfiak, hát aki érzéketlen, annak úgyis mindegy, az úgysem fog erről kommunikálni. Nem szabad a férfit megbüntetni a szexuális hibáiért. Ez a legnagyobb hiba, amit egy nő védhet. A férfinál azokat a dolgokat kell kiemelni a szexualitás közben, amiket ő helyesen csinált. Arra vigyázzunk, hogy szexel nem szabad férfit büntetni, helyesebben szex megvonással. Ez a kapcsolat végét jelenti. Köszönöm szépen, hogy megnéztek, kérem lájkoljanak, és iratkozzanak fel a csatornámra, viszontlátásra!